Ebben a szezonban, de pályafutása során futott már 9.95-öt is. Nagyon vártuk volna Asafa Pavelt is egyébként ebbe a mezőnybe, hiszen úgy volt előzetesen, hogy vállalja a részvételt Pavel, aki szintén volt már a gyulai memoriálokon, mint ahogy Gatlin is. Ő viszont már a jamaikai bajnokságon sem indult Achilles-ín sérülése miatt, és a hírek szerint egyébként egyfajta külön engedélyért folyamodott a jamaikai szövetséghez, hiszen nem indult ugye a válogatón, de szeretné, hogyha a világbajnoki részvétel szempontjából mégis figyelembe vennék. Szeretne ott lenni ő is a londoni olimpián. A négyesen tehát Justin Gatlin, az ötösön pedig Akani Simbine, a két nagy esélyes, az amerikai, illetőleg a dél-afrikai. Itt most jó az első rajta, kiválóan rajtolt Simbine, de Gatlin is jól megy. Gatlin vezet 16-nak féltávnál, és nagyon jó ilyen Brönkis is a 8-ason. Gatlin vagy Simbine, Gatlin nyer! Kereken 10 másodperces időeredmény, plusz 0,9-es hátszél, pici hátszél volt, tehát megint nagyot futottak egymás ellen. De ezúttal Gatlin a győztes. Simbine tavaly legyőzte Powellt, akkor megnyerte a gyulai memoriált, és aztán olimpiai ötödik volt Rio de Janeiro-ban, ezúttal viszont Justin Gatlin, végül 9.98 a hivatalos időeredmény, és ahogy már általában szokott lenni a gyulai memoriálokon, nagyon-nagyon sok gyerek, és ezt rendre a versenyzők is kiemelik, hogy ez nagyon fontos számukra, hogy jó hangulat, és teli van fiatalokkal a stadion. Gatlin is kiosztott egy gyors autogramot, ő tehát a gyulai memoriál győztese 2017-ben. A fedett pályás szezont szokásához híven Justin Gatlin kihagyta idén, és egy picivel viszont hamarabb kezdte a szabadtéri szezont, már áprilisban futott, idén pedig csak a 100 méterre koncentrál, a 200-at nem vállalja. Ő most már beosztja az erejét, és erre szüksége is lesz, hogyha esetleg Londonban majd Usain Bolttal szemben szeretne helyt állni, hasonlóan mondjuk a Peking VB-hez, ahol gyakorlatilag 90 méterig még ő vezetett. Hát itt nagyon szoros a befutó a végén. Simbine hivatalos időeredménye most jelenik meg 9,99 század, tehát 1 század másodperccel Justin Gatlin legyőzi Akani Simbinét a trónkövetelőt. Asia Kiang pedig az amerikaiaknak szerez egy bronzérmet, 10,1 másodperccel lesz végül harmadik, Brönkes a negyedik, aki jól rajtolt, és végül...